Őszinte véleményem a Sims 4 horzoncs kiegészítőről tömören. Maga a karakter kreálás nem egetrengető, a tipikus western cottage érzetet jól átadja, de semmi exkluzívat nem tudnék kiemelni úgy igazán belőle. Maga a lovak létrehozása nagyon cuki és jó pofa, rengeteg fajtából választhatunk, és sok opció van a szépítgetésükre, a sörénytől elkezdve a dúsabb vagy rövidebb szörzeten át. Természetesen hozzá lehet adni unikorni szarvakat, amiért nagyon sokan oda vannak. Ugyanúgy, mint a kutyák, cicák és vérfarkasok esetében, itt is tudjuk külön festeni minden egyes rétegét, ha szeretnénk. Erre én egy 7 pár tizet adnék összesítve. Az építési résznél túl sok újdonságot nem kaptunk, de én, mint Katiczsmániás, örömmel láttam a régi fajta zongorát, a kopott, fahatású bútorokat, de valahogy nem éreztem, hogy túl sok minden lenne egy nagy kiegészítőhöz képest. Ennek egy 8 pár tizet adnék. Magáról a játékban történő interakciókról. A lovaknál található szociális lehetőségek nem lettek túlbonyolítva, tudjuk őket simogatni, ölelni, beszélni hozzájuk, ami fontos, mert ugyanúgy figyelnünk kell a szociális készségeikre. A lovak profiánál található négy fontos szkírre kell figyelnünk, ezek biztosítják, hogy a kis kedvencünk temperamentuma, agilitása, ugrálása, mozgékonysága, illetve gyorsúsága egyre jobb legyen, ami befolyásolja a versenyeken való részvételét. Az elején, még nincs nagy gyártossága a karakternek a lovaglásban, a ló ledobhat a hátáról, nem feltétlen csinálja, amire utasítjuk, stb. stb örökbefogadhatóak még kis kecskék és kis báránykek, amik írtócukik, és van pár különleges interakciójuk, például ha a szímet számolja a bárányokat, akkor egy pár másodpercre bealszik, a kis ha játszani szeretnél, neki mehet fejjel a szímed lábának, vagy megmerevedve eldőlhet, mint egy kis zsák. Ezen kívül a kisbárányok még tudnak gurulni, illetve kezet, azaz patácskát rázni. ami a build módban elérhető gameplay szempontjából is nagyon jónak találom, az a boros polcok és borkészítő itemek, melyek egymásra is pakolhatóak, ami esztétikailag jó látvány például egy boros pince készítéséhez. Ha szémünknél van megadott gyümölcs, például szőlő vagy alma, különböző borokat készíthetünk taposással, majd ezt lecsapolva már palackozásra is kerül az úgynevezett nektár, amit azonnal eladhatunk, de ha érlelődni hagyjuk a bort, sokkal több pénzért is el lehet passzolni. Maga a város sajnos számomra borzasztóan unalmas. Egy-két szomszéd van, illetve egy bár, egy nightclub és egy park. A bár mellett egy shop található, ami ugyanaz a rabbit hole mechanikával működik, mint a legtöbb ilyen és ehhez hasonló butik, viszont a legnagyobb csalódás az a versenypálya. Itt benevezhetsz különböző versenyekre a meglévő lovaddal vagy lovaiddal, és skilljeihez mérten lehet menni kezdő, haladó vagy profi szintre is. De ez is egy rabbit hole mechanika. Bemegy a szímed a lóval, kijön, nyertél vagy nem nyertél, és ennyi. Összesítve a játék mechanikára én 2 per 10 adok, mert túl sok mindent egy nagy kiegészítőhöz képest nem tartalmaz. Ha ez kis DLC-ként jött volna ki, akkor semmi problémám nem lett volna vele, de így jelenleg ezt a 40 eurót a sok-sok buggal abszolút nem éri meg. További infoért kevess TikTokon és Twitchen.